Néha egy egyszerű szemvizsgálatnak indul, aztán műtét lesz belőle. A szürke hályog az egyik leggyakoribb probléma. Korábban fél éveket kellett várni egy-egy beavatkozásra. Ma Magyarországon jelenleg közel 33 ezer ember vár valamilyen műtéti beavatkozásra. A kormány az elmúlt 3 évben több mint 10 milliárd forintot fordított a várólisták csökkentésére. Országos viszonylatban és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is szürke hályog műtétre várnak a legtöbben. Tavaly összesen 2058 ilyen műtét volt Nyíregyházán, itt nincs jelentős várólista a megfelelő kapacitás miatt. A kormány arra adott pénzt, hogy az OEB finanszírozáson felül is tudjanak műtéteket elvégezni. Havi szinten azt el tudom mondani, hogy a nyíregyházi szemészeti osztály 180 beteget operál körülbelül szürkehályog műtéttel, tehát ezt egy évre vetítve ez egy jelentős összeg, 2000 fölötti az esetszám. Ehhez képest a Mátészalkai műtéti szám az intézmény saját kapacitásából adódóan, amit az OEB finanszírozási szerződésben engedélyezett, az nagyon alacsony, 20 darab beteg havi szinten. Ehhez képest az intézmény saját költségvetéséből plusz 20 beteg műtétére ad lehetőséget. Mátészalkán a várakozási idő 240 nap, és jelenleg is több mint 300 beteg van a várólistán. Országos viszonylatban ez a szám majdnem eléri a 12 ezret. Ez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár várólistával kapcsolatos honlapja. Itt minden információt meg lehet találni. Térd műtétre 440, a csípőprotézis műtétre pedig 360 napot kell várni országos átlagban. Nyíregyházán jobb a helyzet, egy éven belül megcsinálják ezeket, míg korábban akár 4-5 évet is várhattak a betegek.